Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Magyarországon minden harmadik gyerek éhezik. Ebből 200 ezer súlyosan veszélyeztetett kategóriában van jelen. 7 év alatt duplájára nőtt az önök kormányzása alatt a kórházi fertőzések száma, és 30 ezer embert lehetne megmenteni évente, hogyha önök a foci és a stadion helyett a kórházakra költenék és az egészségügyre költenék a közpénzt. Továbbá 7 év alatt több mint 50 ezer gyereket raktak ki az iskolából, nemhogy szakmai, hanem általános iskolai végzettség nélkül, és kérem, az elmúlt 7 évben oda jutottunk, hogy az ország fele nettó 100 ezer forint alatti jövedelemből kell, hogy megéljen. Kérdezem én, kérdezzük mi MSZP-sek, hogy ez az erős, büszke nemzetállam? Ez az, amit önök olyan nagyon erős és gyarapodónak tartanak? Ahol minden harmadik gimnazista külföldön szeretni elkezdeni az egyetemi és főiskolai tanulmányait? Hát kérem, ha ez az Isten kegyelméből történő úgynevezett jobboldali kormányzás mérlege, akkor nagyon-nagyon ajánlom maguknak, hogy sürgősen kongassák meg a vészharangokat. És tisztelt fideszes képviselőtársaim, vegyék tudomásul egyszer s mindenkorra, hogy demokráciában nem az Isten kegyelméből, hanem a nép akaratából kormányzunk. Aki demokráciában Isten kegyelmére hivatkozik, és nem a népszuverenitásra, az bizony megkérdőjelezi az egész választásoknak az értelmét. Kérem, az demokrácia előfeltétele az, hogy a politikai szereplők partnerként tekintsenek egymásra, és kölcsönösen elfogadják egymás létét. Önök ebben a rendszerben, amit az elmúlt 7 évben építettek, nem politikai ellenfélként, hanem ellenségként tekintenek a politikai partnerekre és szereplőkre. Negligálni akarják őket, mindenféle hazugsággal és rágalommal lehet ilyenkor a politikai szereplőket megvádolni, sőt, koncepciós perben még el is lehet őket ítélni, sőt, a nap végén még a létüket is meg lehet kérdőjelezni. És önök nem csak a politikai partnereikkel, hanem a közélet többi szereplőivel is ezt csinálják. És felvetődik a nép akaratára való hivatkozás. Kérem, ez is sántít az önök tekintetében. 2014-ben ugyanis a többség nem a Fideszt támogatta. Ha figyelembe vesszük az önökre leadott szavazatokat és annak eloszlását, beleértve a határon túli szavazatokat is, akkor nyugodtan és világosan kimondhatjuk, mert kimutatható, hogy az országnak és a választóknak több mint 55%-a nem önökre adta le a szavazatát, pláne nem adott maguknak kétharmadot 2014-ben. És kérem, kedves képviselőtársaim, ha azt is hozzávesszük, hogy 2014-re önök több mint 560 ezer szavazatot vesztettek el 2010-hez képest, miközben a mandátumok csökkenése csupán csak 1,3 volt, bőven elmondhatjuk, hogy nem hivatkozhatnak a választásra, tehát nem, hogy Isten kegyelméből kormányoznának, kérem szépen, hanem egyszerűen egy manipulált, végtelenségig eltorzított választási törvény alapján szerezték önök a kétharmadot. Tehát végezetül leszögezhetjük, hogy a demokráciában nem lehet érvelni és nem lehet hivatkozni Isten kegyelmére, csak a népszuverenitásra, és önök is tudták, mert súlyosan torzítják és megváltoztatták a választójogi törvényt, ezért önök nem csak hogy Isten kegyelmére, de a nép akaratára sem hivatkozhatnak. Ki fogjuk kiáltani a negyedik köztársaságot, hogyha megnyerjük a választásokat? Azért kérem szépen, hogy ne csak csodálatosan és isteni köztársasági elnökeink legyenek, hanem valódi magyar demokratikus köztársasága legyen Magyarországnak. Köszönöm, elnök úr!